A mai napon, azaz március 15-én ünnepeljük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 173. évfordulóját. Korábban már ejtettem szót a szabadságharc pénzkibocsátásáról, a fémpénzekről és a bankjegyekről egyaránt, most essen némi szó egy meg nem valósult pénztervezetről. Közismert, hogy a szabadságharc pénzforgalmának jelentékeny részét a papíralapú fizetőeszközök, bankjegyek, állami jegyek, kamatos utalványok és különféle szükségpénzek bonyolították le. Mellettük szinte háttérbe szorultak a fémpénzek. Aranydukátot kizárólag 1848-ban vertek Körmöcbányán, ahogy ezüst 10 és 20 krajcárok is csak ebben az évben készültek. Ezüst 6 krajcárost viszont vertek még 1849-ben, ahogy rész 3 és 1 krajcárosokat is. A fémpénzverés alacsony volumenen nyilván a hadi állapot változásával, valamint a lecsökkent nemesfém készletekkel állt összefüggésben. Terbe vették viszont 1849-ben az aranydukátok verését is. El is készült a hozzátartozó verőtőpár a körmözbányai verdében, de sorozatgyártásra már nem került sor. Fennmaradt viszont maga a verőtő, amely jelenleg a Magyar Nemzeti Bank gyűjteményében található. Jelenleg nem ismertek ezzel a verőtővel készült aranyveretek, viszont a Magyar Nemzeti Múzeum éremtára őriz ezekkel a verőtövekkel készített ólomlecsapatokat, amelyet az 1970-es években vásárolt egy magángyűjtőtől. Az 1849-ben verni tervezett dukát éremkép és körirat tekintetében semmiben nem különbözött volna az 1848-astól, előlapon 5. Ferdinánd álló alakja, a hátlapon Madonna ábrázolás, alul a koronás magyar címer. A különbség csupán az évszám 1849. Jó lenne, ha előkerülne belőle egy eredeti példány.